Rubin lesz, Marcika és Egon Csődi, Józsika, bocsánat. Én meg itt vagyok Sky-jal, Nomcsival. Ez az. Anya, túloldalt megállsz, elindulsz Hubert, gyenge vadászba, ott vagy a kicsinél, ott lapockázd meg, és lovagold meg őt. Hagyj menjen, fél utánig jó sok séta, aztán értekezünk. Tehát nyugodtan hagyj menjen, az a dolga, mindjárt itt a verseny. Sky. Így van, kettő ottan trappol kentrézik, gyorsan elmegyek. Csirkecombot veszek, ugye lányaim itt alszanak. Végre. Hogy döntöttünk közösen. Megbeszéltük, nem érdekel, hát csak nem tudom, csak a vírus miatt volt ez így. Jó. Józsika, remélem szépen megy, én gyorsan csirkecomb. Remélem nem zár, mert azt legalább majd megeszik a lányaim. Remélhetőleg. Csinálok hozzá salit nekik. Ez megvan a hami. Van lecsó is, de hát ezek nem tudom, hogy mit akarnak enni, mit nem. Na, összességében, hogy fölbasszák az agyam egy jó páran, ahhoz képest el vagyok. Ugye elromlott az Istenbe, úgy kezdődött az árkora reggel. Pali neki ment, egy kicsit kitörte, de nem olyan vész, de igen, a Tóni nagyon lecseszett minket. Igaz is, meg nem is, igaza is van. Mondjuk attól függetlenül szar az ár, de olyan kárt azért nem okozott benne. A Petik elhagyta az összes kulcsát valahol, most az összes boxot újra átszalmázza, keresi, nem találja. Istálló kulcs is rajta van, mármint a lenti csak, szerencsére meg az ő szoba kulcs. Noémi elhagyta a nyakszíját. Pali bácsi lecseszett egy-két dologgal. Szénahálóban legyen széna, igen, többivel nem értek egyet. Mindegy, hogy miért megy ugyanazt a munkát egy három és a Csikóval, miért nem mehetne, amikor ugyanazt mennek, lassan föl, lassan, amikor gyors lap van, persze, hogy külön mentek. De ezt nem értem. Még versenyben nem fut együtt 2 éves, 3 éves például. De ez nem futás volt, lassú kendre, gimnasztika, szombati meló volt. Csak már nem volt időm mondani, ott már kapkodtam, hogy még nem, hogy lassú kendrébe mennek, még versenybe is megy. Ugye az összehasonlító. Csak mondom, de hát sokan nem tudják. Így van, 2 éves fut, 3 évesen. Jaja, na igen. Tóni volt, ja, még volt, nem tudom. Mindegy, annyira vész nincs, fél egy van, vagy nem tudom mennyi, teljesen mindegy, nem is érdekel. Jó, tehát érkezik majd Sky. Ugye, mert egyértelmű, az öregló sem megy örökké éjjel-nappal gyors kentrét, ő is megy lassú kentrét, a Csikó sem megy örökké lassú kentrét, megy gyorsabb kentrét, és miért ne lehetne, hogy ugyanazon a napon mennek lassan, hosszan? Valami tréner ellenes dolog ez, vagy tréning ellenes, vagy ilyet még nem hallott senki, vagy nem látott. Nem is értem, szóval nem tudom felfogni, és fölbasztam magam ezen, mert nem értem ebbe a logikát. Hát ha az is azt megy lassan, szép lassú kentrét, ugye más mentek, két köröket mentek az öregek, egy kört mentek a kicsin jó vadászt, a Csikók, tehát pénteki nap nem is mentek együtt, más mentek. Egyértelmű, de egy gimnasztikába. Ha ugyanazt mennek, akkor külön el kell szeparálni. Hú, ugyanazt mész, de nem mehetsz a 2 évesse. Mert megfertő, vagy mit csinál? Nem tudom. Tehát nem értem ezt a logikát. És még ezt meg kell magyaráznom, illetve ahogy én gondolom, elmondom. Nem tudom. Nem tudom. Amikor ment, ugye, 2 évessel is például ment Sky, meg egyebek, ugye, jöttek egy jó überkét. Utána ment a Csikó, vagy a 3 éves, a még plusz melót, egyértelmű, dupláját. Nem tudom. Nem tudom. Nagyon hülyén csinálok, akkor valamit valószínűleg. Fölbasztam magam, viszont a Sky már az egyenesben van. Marcika és Józsika meg a Tóbiásom van. Mondta, hogy neki mélye, kis homoktalaj, de... Várjál csak Roland. Gyerünk, anyus, nyugodtan. Nagyon jó. Ez az, haladja. Jó. Jó, csak az, nem értettem, biztos nem csináltam hibát ebben, de mindegy, egy szombati napról volt szó. Különben nem.